Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok. Srácok, jön egy kis gaming teória, összeesküvés elmélet. Na jó, talán annyira nem is összeesküvés elmélet, mert amiről beszélni fogunk ebben az egészben, az éppenséggel létezik. Az egyik nézőm, az egyik Warframe videóm alá írta, hogy haldoklanak az RPG-k. Ugye abban a videóban arról beszélek, hogy a Warframe-nek a legfőbb fejesé mondhatni, hogy a féle kifogáskezelést csinálnak jelen pillanatban a közösséggel, hogy miért nem jó a játékuk. És ez a nézőm leírta, hogy azért haldoklanak az RPG játékok, nem olyanok, mint régen. És én megkérdeztem, hogy szerintem miért haldoklanak az RPG játékok, és a válasz ennek a nézőnek, ez mélyen belement egyes játékoknak a struktúrájába, és hogy az hol kifogásolható, és egyet kell értsek ebből a szempontból ezzel a válasszal. Jól megragadta azt, hogy azon adott játékokat, amiket leírt példának a kommentben, hogy hol van a probléma, de én úgy gondoltam, hogy maga a valódi probléma sokkal mélyebben gyökerezik, és mi gamerek meg vagyunk vezetve. Tehát nem mindegyik gamer, viszont mi idősebb generáció, ugye, akik játszottunk az első RPG-kkel, és most játszunk a mostani RPG-kkel, mint ahogy az a kedves nézőm is, érzi, hogy van valami probléma a mechanikával, de nem feltétlenül tudjuk megragadni, hogy honnan van a probléma ezzel a mechanikával. Fiatalabb nézőim erről valószínűleg ezt sosem fogják megtapasztalni, ugyebár, mert beleszülettek már egy olyan világba, akik, hogy is mondjam, már ebbe a modellben élnek, hogy nagyon előjem le a poént így az elején, és azt kell, hogy mondjam, hogy aki 2006 előtt születtek és játszottak RPG játékokkal, mondhatni, hogy ők azok, akik talán a legjobban érzik eme változást az RPG játékok modelljén. Ez természetesen, amiről itt beszélni fog, nem feltétlenül igaz csak az RPG játékokra, de az RPG játékoknál észre lehet venni nagyon. Mire gondolok itt? Szóval az első dolog, régen mi volt egy RPG? Mi volt a fejlesztőknek a célja? Ugye a fejlesztők célja régen, amikor még a játékipar sokkal jobban fejlődésben volt, mint most, fejlesztő célja az volt, hogy megcsinálja a legújabb grafikát, esetleg a legizgalmasabb játékmenetet, mint a végén van egy epic boss fight, és vagy található egy loot barlang, hogyha RPG keretein belül kerül sor, tehát előbb-utóbb a játéknak elértél a végére, esetleg ha olyan volt a játék, a képesőbbiekben kezdhettél egy új karaktert, és azzal is kijátszhattad a játékot, elérhettél a játék végére, ahol mindent megszereztél, hogy úgy mondtam, amire szükséged volt. Hogy említsek egy kevésbé régi példát, mondjuk tegyük fel, itt van a Dragon Age Inquisition, ez egy olyan játék, amit esetleg fiatalabb és idősebb gamerek is játszottak. Az játék nagyon egyszerű és nagyon szép és nagyon letisztult, bár vannak benne aféle mikrotranszakciók DLC-k formájában, ugyebár, de nagyon letisztult. A játék, elindultál egy karakterrel, végigmentél a történeten, megszerezted azokat az epic tárgyakat, melléküldetéseken részt vesztél, megszerezted azok az epic tárgyakat, amire szükséged volt, elmentél, legyőzted a végső rossz fiút, és voilà, problém le volt tudva. Hogyha nem volt az, hogyha nincs meg az a különleges armor, akkor nem fog működni neked a játék úgy, ahogy kell. Végig haladtál a main történeten melléküldetések nélkül is, és végig tudtad játszani a játékot, elérned azt a jutalomérzést, hogy te megcsináltad a játékot. Ha további jutalomérzésre volt igényed, elmentél, megcsináltad a melléküldetés, legyőzted azokat a sárkányokat, megkaptad azokat a különleges itemeket, amiket meg lehetett szerezni, és boldog voltál tőle, hogy azok megvannak, nőtt az e-pénisz, de a játékot semmilyen olyan formában nem befolyásolta, hogy esetleg ne tud kijátszani, vagy ne tud végig haladni rajta. Miben változott mostanra a gaming industry, és most a legegyértelműbb példát fogom mondani, hogy miért haldoklanak számunkra, az idősebb nézők számára talán azt kell mondja, miért haldoklanak az RPG-k. Mert régen játszottunk egy olyan játéksorozattal, RPG-sorozattal, mint a Dragon Age, ugyebár,
és az izgalmas harcokból állt, és nem érezted úgy, hogy feltétlenül nagy hátrányban vagy, hogyha nincs meg az a shiny nagy armor, vagy nincs meg az az XP szint, kisebb XP szinten lekivágtál, nagyobb szinteknek is kicsit killódás volt, de ha megcsináltad a jutalomérzés, ami jött, és az XP boost, ami jött, érte, az kárpótolta az egész szenvedést. Most már, és az egyik utóbbi példa, a legutóbbi játék, ami ezt pofátlanul a szemedbe hányta, hogy mennyire azt akarják, hogy pénzt költs erre a játékra, az ugye az Assassin's Creed legutóbbi része, ugye ami Görögországban játszódik, Odyssey? Nem tudom, valószínűleg. A lényeg az, hogy a legutóbbi Assassin's Creed ugye úgy jelent meg, hogy az egész contentet egy XP fal mögé rejtették. Nem játszhatsz tovább, hogyha nem éred el ezt a szintet. Na most, hogy elérd azt a szintet, több órányi gameplay, unalmas gameplayről beszélünk, mert semmi izgalmas nincs a mellé, küldik be, ő meg egy keskét, kapja le egy embert, és a többi. Unalmas küldikről beszélünk, mert bele kell őjél, hogy XP-t kapja, és az XP eljövetele igen, lassú. Nem is az van, hogy a szintet fölé mész, mert hogyha a szintet fölé mentél ebbe a játékba, insta haltál, nem, maradj meg a szinteden, és úgy gyűjtögesd az XP-t. Nincs rá időd, semmi baj, vehetsz XP boostokat, és akkor voilà, már is gyorsabban lépegeted a szinteket, és elérheted a kívánt szintet, hogy tovább haladj a játékkal. Ez volt a legegyértelműbb példa az RPG szempontjából. Na most, egy RPG mániás, egy olyan játékos, aki szereti az RPG-ket, ugyebár mit szeret csinálni, folyamatosan haladni és próbára vetni a magát, az erejét, az új fegyverét, az új technikát, amit tanult folyamatosan a játékban. Milyenek vagyunk RPG játékosok? Például, ha Warframe-ra kerül a sor, iszonyatosan látom a játék stílusbéli differenciát a régi és az új játékosok között. A régi játékosok többet ugrálnak, jobban, többet vannak levegőben, sokkal mozdékonyabbak. Az új játékosok ez nem feltétlenül van így az új játékosoknál, mert lehet, hogy sokuk már, hogy is mondjam, egy pay to win-szerű falon végigmentek, ahol megszerezték Amazon OP karaktert, ami azon OP küldetéssel könnyedén helytel, különösebb erőfeszítés nélkül. Szóval, ugye, és egy RPG mániásnak, aki folyamatosan szeretné, hogy jobb legyen, és újra próbára tegye magát a magasabb szinteken, mint ami, mert ugye az lenne a lényeg, hogy ezt a kihívást szerezd meg, és a magasabb szintekre el tudjál jutni alacsonyabban, hogy több XP-t juss el, annak az egy halál, hogyha a saját szintjén kell farmolni, és ne, mert hogy egy XP fal mögé van téve, amit keresel. A másik ilyen példa, régen, a sokkal régebbi RPG játékokban, ugyebár, hogyha tegyük fel, elmentél és legyőzted az Epic sárkányt, az majdnem, hát ez régen garantáltan dobta azt az itemet, amire neked szükséged volt, hogy még OP-bb legyél, hogy könnyedén haladj át azokon a szinteken, de ha nem szerezted volna meg, csak úgy kijegyzem, akkor is végig tudtál volna haladni azon a szinten, de hogy megszerezted azt a nagyon OP, szinte garantáltan dobta, vagy garantáltan dobta mondjuk az az Epic sárkány, azt az Epic cuccot. Most már 1-2% vagy 0,01% esélye van rá, de hogyha esetleg nem lenne időt kifarmolni, akkor hát vehetsz ilyen drop chance növelőt, és esetleg akkor ki fogja dobni. És a szerencsétlen RPG játékos elmegy is, és százszor kifarmolja azt a boss-t, százszor farmolja azt a sárkányt, mert nincs pénze, vagy nem szeretne költeni a játékra, és százszor nem dobja ki neki, és minél többet megy, nem dobja ki neki. És aztán végre a 200-ra kidobja. Miért probléma ez? Az élmény, a varázs élmény elvétele, amikor először játszod meg azt a boss, először ölöd meg azt a sárkány, először léped meg az endgame-et a nullás kéreddel, és megcsinálod. És az a régen, amikor ezt, az első sárkányomat legyőztem a Dragon Age Inquisition-be például,
szinte semmi gírrel, értitek? Egyszerűen epik jó érzés, hogy annyi jó és kellemes, hogy is mondjam, emlékek fűznek nehéz kihívásokhoz játékokban, és nem is az volt a lényege utólag, persze azért mentünk, hogy megszerezzük azt az adott cuccot, de az út, az odavezető út egyszerűen az volt, ami az elképesztően jó emlékeket adta, a nehézséget, és azt mondta, anyád, az a boss tényleg nehéz volt, azt a kurva, World of Warcraft, egész klánok gyűltek össze régen, embercsoportok harcoltak egy boss ellen, és ez hozta az élményt. Most már ugyanazt a bosst kell farmold 50 ezerszer, ahhoz, hogy esetleg kidobjon neked egy legendary cuccot, ami amúgy na, nincs szükséged, mert haladnál, de szeretnéd, hogyha a gyűjteményedben tudni. Na most, ezek a videójáték készítő cégek, és nem is maguk a játék készítők, mert ők csak egy játékot szeretnének készíteni, hanem azok, akik a pénzügyi részét intézik az egésznek, ezek ezt tudják. Tudják, hogy függő vagy. Tudják, hogy mit kell tenni. Tudják azt, hogy neked minél több időt kell eltöltened ahhoz, hogy megszerezd azt az adott kívánt cuccot. Berakják a játékba, hogy ingyen elérhető, de azt mondják, hogy ezért 200 órát kell farmolnia annak az adott játékosnak ahhoz, hogy ez kidobja neki ingyen. Nincs 200 órát, semmi baj, a marketen keresztül lerövidítheted ezt az utat. Ezen játékokban is, mint a mobil játékokban manapság, viselkedés, elemző programok vannak beletéve. Nem vásárolsz a játékba? Úton fogsz belebotlani olyan problémákba esetleg, vagy ilyen rejtett üzenetekbe a kedvenc játékodon belül, úton-úton bele fogsz botlani ezekbe, hogy végül vásárolni fogsz. Felnőtt vagyis dolgozol, nincs rá időd, semmi baj, vásároljál, és elérheted azt a kívánt cuccot, amivel tovább haladhatsz a játékban, mert hogy már szükséged van arra különleges tárgyra, hogy tovább haladj ebbe a játékba. Érted, amit mondok? Régen nem volt szükséged a különleges tájra, hogy tovább haladj a játékban, az csak azért volt, hogy nekem megvan, dicsekedsz a haveroknak. Most már sok játékban szükséged van arra a különleges tájra, hogy tovább haladj abban a játékban. Sokszor az XP-re van szükség. Sokszor meg kell várt, hogy elérd azt a szintet, hogy tovább haladj azzal a játékban. Már csak azért se legyen benne kívás, de ha megszerzed azt a legendary itemet, az úgy megdobja a statjédat, hogy alacsony szinten is magasabb szintekre fogsz tudni menni esetleg. Na de azért az idő, amit bele kell fektes abba az RPG játékba, abba a bossba, abba a játékmenetbe, abba a végtelen grindfestbe, az gyakorlatilag már nem éri meg. És itt jön szóba ugye a vásárlás. A Warframe-eseknek, hölgyeim és uraim, miért volt érdeke, hogy elvágják az egyetlen endgame-et a játékba, a Tower kulcsos rendszert? Azért, mert a Warframe alapvetően egy könnyű játék, és a játékosok egy megfelelő nagy sebességgel érték el ezt az endgame-et, vagy aki már elérte az endgame-et, a kisebbeket tudta elvinni ezekre az endgame-ekre, és ezáltal ugye a plat forgalom, az eladás, vásárlás nagyon megnövekedett, a.k.a. a Digital Extreme esett el pénztől, és ez ugye, ahogy haladtunk a jövővel, a Digital Extreme úton-úton befolyásolni próbálta a piacot, hogy a játékosok vásároljanak platot. Szóval, és ez érthető, ugye, de hogyan változtatták meg a játékokat a jövőben? Elvették az endgame-et, hogy a játékosok nem azért, hogy ne legyen benne endgame, hanem azért, hogy kihúzzák a Grind Festivalt. Minél többet kell grindolnod, annál inkább fogsz rájönni arra, hogy inkább megvásárolom azt a Prime Access pakkot, inkább megvásárolom azt a karaktert, mit kínlódjak a relikek kifarmolásával, ugyebár, mert régen ugye garantáltan dobott egyes pályák, garantáltan dobták konkrétan azt a tower kulcsot, konkrétan azt a pályát, konkrétan, értitek, minden konkrét volt, de régen arról szólt,
az RPG játék, hogy igen, hogy szerezd meg azt a tárgyat, mennyi, szerezd meg azt a tárgyat, mert nekem érdekem, hogy te megszerezd azt a tárgyat, hogy elmenj oda, mert az az érdekem, hogy kiházd a játékot, hogy utána egy új játékot adhassak ki, amit újra megvásárolhatsz. Értitek, amit mondok? Régen jött egy új játék, mert ki tudtad játszani a régit, és megvásárolhattad esetleg az újat. Most már az az érdekük, hogy minél több időt tartsanak ott, és amikor minél több idő után nem éred el a kívánt eredményt, vásárolni fogsz. Hány és hány Warframe játékostól hallom manapság, megvettem azt a karaktert, megvettem ezt a rivet, megvettem ezt a izét, megvettem. Megvettétek? Minek vettétek meg? Hát ingyen elérhető a játékban. Ja, hogy 1000 órát kell farmolni, érte? Akkor megértem, hogy megvettétek azt az adott karaktert, de el kell mondjam, hogy kiöltétek még jobban a fánt, azt a kevés fánt, ami a játékban van, mert azonnal a semmiből OP-ra ugrottatok, így aztán kihagytátok azt, amit érdemes a Warframe-ben csinálni. Például, ha a Warframe-ről beszélünk. Szóval a Warframe egy könnyű játék, nincs benne endgame, és az elmúlt időkben ennyi változott. Régen Prime Access pakkokat adtak platér, ugye lehetett vásárolni igazi pénzért, Warframe slotokat lehetett vásárolni igazi pénzért, vagy platér, de vagy meg is kereskedhetted azt, de ahhoz el kellett menned endgame-be. Az endgame-et könnyű volt elérni, így a Digital Extreme-nek Digital Extreme kénytelen volt azt elvágni. Na most bevezették a riveneket, ami például egy fantasztikus edition arra, hogy hogyan csináljon Digital Extreme pénzt. A rivenek, aki kitalálta, zseni volt pénzt csinálás céljából. Egyes rivenek több ezer platot érnek. Nincs annak a szerencsétlen játékosnak több ezer platja. Tudjátok, mibe kerül azért 2000-3000-5000 platokat összeszedni? Az nem kevés munka és farmolás, ha mindezt ingyenesen akarod megcsinálni. Mit csinálsz ezért? Vásárolsz platot. Megveszed azt az adott rivent, megvetted az adott rivent, beletetted a fegyverre, odamész, instakilled az enemit. Fun. És ez van most a mostani RPG játékokban, ezért hallatlanak. Viselkedés mintát elemző programok vannak a játékban. Van egy barátom, akivel szoktam warframezni például, ő sosem vásárol platot, nincs rá feltétlenül annyi pénze. El se hiszitek, hogy hányszor nyitja ki a 75%-os kedvezményt. Hozzám képest, én már azért egy időnként vásárolok platot, ugyebár nekem nagyon ritkán adja föl. Tudja a játék, ugyebár tudja ez a program, hogy én előbb-utóbb úgyis vásárolni fogok. Ha mondjuk nem vásárolok 3-4 hónapig semmi platot, akkor kidobja nekem is a 75%-ot. Gondolom, ezt ti is észrevettétek a Warframe-ben, ez egyik legalapvetőbb. A rivenek pedig az egyik legnagyobb cash cow ebből a szempontból a Warframe számára. Értitek, minél drágább egy riven, annál alapvetőbb, hogy valaki platot fog vásárolni, hogy megvegye azt a vágyott rivent, mert a szerencsétlen még nem tudott elérni addig, hogy megöljön egy ejdolont, vagy leszedjen egy nagy pókot, és azt hiszi, hogy a riven hozza neki a megoldást, nem a riven fogja neki meghozni a megoldást, hanem azt, ha megtanulja a játékot, de azzal a rivennel igenis egyhitelni tudja majd azt a bizonyos ejdolon, de játszani nem tanult meg, de egyhitelni fogni tudja majd. Kedves gamer kollégák, ez az, ami változott az RPG-kben. Régen kaptunk egy játékot, amíg végigjátszhattunk akadály nélkül, különösebb időveszteség nélkül. Most már programok vannak arra, amelyik elemzik azt, hogy mennyi időt töltesz el a játékba, és igyekeznek minél több időt ott tartani, abban a játékban, amíg te fogod, és a legjobb gírér mérsz, a Division is elképesztően meg van csinálva. Minél többet mész egy kört, annál szarabb cuccokat dob, és tudja a játék, ugye, mert odarakták azt az exotikus tárgyat, vagy legendary itemet, és tudja a játék, és addig akar ott tartani a játék előtt, ameddig csak tud. És ezen programok ugye a mobilokba be vannak építve, a játékainkba be vannak építve. Miért nem vagy jó Call of Duty-ba? Miért nem vagy jó olyan rég, mint Call of Duty-ba? Azon kívül, hogy megidősödtél egy kicsit. Miért nem vagy olyan jó? Vásároltál már? Próbáld ki.
vásárolj jó pár cuccot, és lehet, hogy jó leszel. És de lehet, hogy még rosszabb leszel, aztán még többet fogsz vásárolni, egyszer egy ideig kitart, aztán azt akarják, hogy újra vásárolj, ezért a teljesítményed valahogy valamiért leromlik, a fegyvereid már nem lesznek annyira jók. Miért nem? Nem vásárol, vásárolj megint, látod, ő vásárolt, ő le tudott lőni. Érted, amit mondok? Ez van, és az RPG játékokban ez pofátlanul kijön. Fiatalabb nézők nem fogják látni, mert ők ebbe mennek bele, ebbe az új Warframe-be, ezekbe az új RPG-be, Black Desert Online, oh my god! Hát az már pofátlanul belenyomja azt. Ha jobb, hogyha ezt megveszed, különben sosem fogod elérni. És a Warframe is lassan például arra szintre jut. Tehát Black Desert online-nal például, ha elkezdesz játszani és megnézel egy guide-ot, az úgy indít, vásárold meg ezt, ezt, ezt és ezt ahhoz, hogy akadály nélkül kezdhess el játszani, és még el se értél odáig, hogy mi lesz majd később, mert akkor megint vásárolnod kell. Érted, amit mondok? Szóval nagyon Path of Exile például, hogyha végig akarsz menni becsülettel a játékon, teljes mértékben valószínűleg végig tudsz menni, de nagyon-nagyon az az érzésem, mint ahogy velem is megtörténik, ha először semmiben nem fektettem pénzt, ebben a játékban nagyon is megakadtam egy bizonyos színnél, mert nem volt meg a megfelelő gírem. Aztán az ember vásárol innen-onnan egy kis exaltot, és már is megvásárolja magának megfelelő cuccokat, vagy a haverja kisegíti egy megfelelő cuccot, mindjárt másképp alakul az a bizonyos játék. És akkor már, hogyha költöttél, akkor már veszel ezt, veszel azt. Így van megoldva. Erről szól a mostani gamer, a pénzcsinálásról, arra szól, hogy te ott legyél, mert ismerik a függőségedet, tudják, hogy mit akarsz. Ha egy RPG játékos vagy, akkor tudják, hogy a kivívásra szeretnél menni, hogy erősebb legyél, hogy jobb legyél, és ezt veszik el tőled, azért, hogy később megvásárolhast. Régen ez nem volt. Régen mehettél. Most már pay-val, láthatatlan, free to pay, hívjuk így, free to pay, ingyenesen fizetsz, ingyenes játék, amiben mégis fizetsz. Ez van most. Tehát mindent elérhetsz ingyenesen a játékban. Aha, csak 5 éven betelt a Warframe-be elérni, amit láttok most rába a videómban. Értitek, amit mondom? Mindent ingyenesen elérhetsz a játékba. Igen. Csak, nem akarsz 5 évig várni, semmi baj. Fizessél. Problem solved. Szóval így állunk manapság, hölgyeim és uraim. Ezért haldoklanak az RPG játékok, ezért vágyik a közösség, az RPG gamer közösség egy nagyon jó RPG-re, de sosem fogjuk már megkapni. Értitek? Epic istenek elleni csata volt az Assassin's Creed-ben, amelyik Egyiptomban játszódott. Epic csaták vannak a Warframe-ben, az Eidolon harcnál, Division-ben elképesztően jó, nehéz, kihívással teli küldetések vannak, de mindegyiknek az a célja, hogy pénzt csináljon belőled. És a régen érzett kihívás azt felváltja a monotonitás és az elkeseredettség. Ebből a szempontból olyan drámai voltam, ugye, az, hogy folyamatosan ugyanazt a kihívást kell csinálnod, és a végére elveszik az élménye, a varázsélménye, és amikor megszerzed azt a tárgyat, azt a kívánt tárgyat végre, annál nagyobb ürességet nem éreztél. Márpedig, ha az a boss garantáltan dobná azt az adott tárgyat, akkor végigmentél egy epic harcon, nehéz volt, de megcsináltad az első élménynél semmi-semmi, és megszerezted a kívánt tárgyat, ami végre a következő szintre emelheti a harci képességedet. De nem fog vissza a következő pályáktól. Az egyik legőszintébb játék manapság, amivel játszottam, és nem akar hülyét csinálni belőled, hogy úgy mondjam, az a Volcen, Lords of Mayhem. Sokan azt mondják, hogy ebben a játékban nincs semmi, meg nincs tartalom, meg hogy 200 óra után el lehet érni az endgame-et, és ez így van. És tudjátok mit? Ez korrekt. A játéknak van vége, a játékban csinálhatsz többfajta karaktert, és mindazokkal kijátszhatod, különböző ugye kihívásoknak vetve alá magadat,
De a játéknak van vége, a játék kidobja a különleges cuccokat, a játék odaadja, amire szükséged van a haladáshoz, nem fog vissza a haladásban, és hogyha eléggé ügyes játékos vagy, akkor nagyon jól, kellemesen és kihívásokkal tele tudsz haladni. Abban a játékban. A bosszok annyira nehezek ezekben a játékban, ugye, ebben a játékban például, hogy lépkeded a szinteket az endgame-en, legyőzöl egy bosszt, az elképesztő sikerélmény igazából, hogy végig killódod a pályát esetleg, és végül utána legyőzöd a bosszt, aki bármikor valami meglepetés mechanizmussal előállhat neked, de egy őszinte játék, nem akar több lenni, mint ami egyelőre, mert biztosan később ezt is teleszórják valamivel, ami megvan benne minden, megvan benne az egzotikus tárgyak, legendary tárgyak, a hozzávaló kozmetikumok, amire szükséged van, és mindent elérhetsz. Egy őszinte RPG játék. Értitek, amit mondok? Nem egy hazugság, rengeteg fallal, ami benne van. Szóval, hogyha akarsz egy jó játékkal játszani, ami nem akar kifosztani a pénzettől, akkor az a Wolcen. Megvannak a hibái, de egy jó játék. Igen, Necro, de vannak ezek a játékok, ahol csak skineket lehet kapni. A Warframe csak skineket lehet kapni. Hát azért nem ott lehet kapni Warframe-eket is. És a technikle úgy nézzük, megveszed, hogy Prime Access-t kapott, az adott Warframe-nek az erősebb változatát kapod meg. De például ott van Ghost Recon Breakpoint. Tipikusan csak skineket árul. Nézegeted azokat a skineket, hogy de jól néznek ki, és nézegeted azokat, amelyek ingyenesen elérhetőek. És így disappointment, tehát így teljes értékén letarkia. Ezeket a szarokat adják az ingyeneseknek, de ezeket a gizdákat adják a fizetősöknek. Hát már csak azért sem fogok fizetni érte, és elkezdesz játszani a játékkal úgy, és több száz óra alatt kifarmolod azokat az ingyenesen elérhető skineket, és látod, hogy a haverjait mindegyik ilyen gizdán néz ki, ilyen gizdán néz ki, mert hogy ők megvették azok a skineket, te meg úgy nézel ki, mint egy utolsó paraszt. Persze, hogy vásárolni fogsz előbb-utóbb, nem? És így élnek meg azok a játékcégek, amelyek csak skineket adnak neked. A jobb skin, jobban kinéző karakter, az csak pénzért érhető el, és tudatosan van szegényesre és gagyira csinálva az a karakter, amelyik ingyenesen érhető el skineket. Tegyük fel, megszereztél egy legendary tárgyat. Érted? Ilyen képesség, olyan képesség, ezt adja neked, azt adja neked, de úgy néz ki, mint az utolsó fos. És ez például a Poéra, Pass of Exile-ra iszonyatosan igaz. Megszerzed a legópébb tárgyat, és úgy néz ki, mint az ötös szintű tárgy, amit ezelőtt 20 pályával szedtél össze. Egy RPG játékosnak ez az utolsó döfés. Érted? Tehát kihívás, tőlem, megszerzed azt a tárgyat, és ez... Érted? Igen, megadja azokat a statokat, amire kíváncsi vagy, de szeretnéd megmutatni, hogy te ezzel több lettél. Érted, amit mondok? Hogy ezzel több lettél. És nope, motherfucker, vegyél hozzá skint, és akkor megmutathatod. Érted, amit mondok? Szóval például a Division-be végre megszereztem azokat a cuccokat, amire szükségem volt, végre megépíthettem azokat a szetteket, amire szükségem volt, amit szerettem volna, amire élvezem a játékot, érted? És a Division 2-ben mindig cucc nagyjából úgy néz ki, érted? De hál' Istennek már régebbről voltak olyan színeim, és ezért fogtam, és mivel most már úgy éreztem, hogy tényleg végre OP vagyok, és el tudok menni akármilyen küldetésre, amilyenre szeretnék, végre így éreztem. Így aztán fogtam és átszíneztem az egész karaktert, mert hogy mutassam meg, hogy igen, én tudok, láthatóan én foglalkozom a karakteremmel, éké, ha foglalkozom a karakteremmel, akkor ott van valami extra, valamit elértem. Értitek, amit mondok? Szóval, ja, természetesen vannak kivételek a játékosoknál, akik leszarják az ilyen dolgokat, hogy megmutassák, hogy ők foglalkoznak a karakterrel, csak tudják, hogy ők OP-k és kész, nem azt mondom, de az biztos, hogy az RPG játékosok 90%-a nem szarja le, ahogyan kinéz a karaktere. És szeretné tudatosítani más játékosokban, hogy ő elért egy szintet. Ilyenek vagyunk mi emberek, szeretjük megmutatni másoknak, hogy hol tartunk életünkben. Szeretnénk büszkék lenni az eredményeinkre, szeretnénk, ha mások elismernének minket, és ez így van játékokban is. És mivel így van játékokban, ezt azok, akik pénzt csinálnak belőle, nagyon is tudják.
és ezt használják ki az RPG játékokban. Ez lenne a végszom, hölgyeim és uraim. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, várom a kommenteket, mit gondoltok ti erről a véleményről, és sajnos ez lesz. Jó RPG játékot lehet, hogy kapunk, de hozzátársuló Grind Festivalt fogunk kapni, hozzátársuló elemző programokat fogunk kapni, amelyek végül arra motiválnak téged, hogy vásárolj. Ez van. Ez van. Nagyon köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, egyetértesz velem, dobj a lájkot, iratkozz fel, csengőjeleske, ahogy illik. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!